tovább fogjuk folytatni, és megvizsgáljuk, hogy mit is jelent a szekta szó, és vajon az, amit mi képviselünk, az egy szekta-e, illetve hogy ez jó-e, vagy sem, és mi az, amit megtudunk róla, aztán mindenki levonja a következtetéseket saját magának. Nézzük meg, hogy tágabb értelemben mit jelent maga a szó. Eredetileg ez a szó jelentett egyszerűen csak felekezetet vagy irányzatot is, amit mi is képviselünk. Például Josephus Flavius használta a Zsidó háború című művében a zsidó vallás három irányzatának farizeus, szaduceus, esszénus megnevezésére. Ha már az esszénusnál tartunk, akkor nézzük meg, hogy a magyar katolikus lexikon mit tanácsol. Általában én azt javasolnám mindenkinek, hogy amennyire csak lehet kerülje el a katolikus dogmákat és tanításokat, és ugye az egész egyházat a kereszténységgel együtt, azonban innen erednek ezek a félreértések. A katolikus egyház nagyon ügyesen manipulálta az emberiséget évezredek óta, és az a helyzet, ami kialakult ma, hogy igazából mindenki egy idézőjelben istenséget követ, az nagyban köszönhető nekik, hiszen ők azok, akik a modern világba a harmadik, negyedik századtól elterjesztették az ősi babiloni napvallást és azt a fajta kultuszt, amelyeket ők hirdetnek, melynek semmi köze nincs az íráshoz, ugyanúgy, ahogy a kereszténységnek sem. Azon kívül, hogy használják a karakterek, a helyek, illetve neveit, illetve az eseményeket felhasználják. Ezen kívül igazából ez egy másik fajta tanítás, amit ők képviselnek, ez teológia, illetve filozófia. A szekta szó szerintük a latin seco, levág igéből származik, intézményes vallási közösségtől elkülönült, kis eretnek csoport. Eretnek mindenki, aki nem ért egyet a katolikus tanítással. Ezért hívják kis eretnek csoportnak. Láthatjuk azt, hogy más jelent a katolikus egyház szerint, és más jelent a szótár szerint. Fontos az, hogy az ember utána nézze, hogy mi az, amiket beszél, ugyanis így elkerülhető az, hogy ostobának és tudatlannak tűnjünk, ami egy nagyszerű kezdő és kiinduló pont. Eredeti közössége tanításából bizonyos tételeket egyoldalúan hangsúlyoz, és tagjait általában a szokásosnál szigorúbb aszkézisre kötelezi. Ez igaz ugyanúgy a katolikus egyházra, mint a kereszténységre, azzal a kivétele, hogy az aszkézis az nem jelentkezik. Azonban az mindenképp, hogy az eredeti közösség, azaz az a nazareus közösség, melyet Jehusá Hamásiák képviselt, annak tanításából bizonyos tételeket egyoldalúan hangsúlyoznak, és megváltoztatják a többit. Ez tökéletesen igaz a kereszténységre és katolikus egyháza. Mi az, amit ők hangsúlyoznak? A kegyelem és az, hogy a parancsolatok betartása nem szükséges, csak a kegyelem. Ez a definíciója a szektának, úgyhogy aki meg akarja érteni ezt, az annak azt javaslom, hogy gondolkozzon el, és szálljon erre egy kis időt. Az eredeti közösség tanításából bizonyos tételeket egyoldalúan hangsúlyoz. Ez például a kegyelem tanítása. Az, hogy bizonyos törvények vannak, bizonyos törvények nincsenek. Ez a bizonyos tételek egyoldalú hangsúlyozása. Úgyhogy ilyen értelemben a katolikus egyház, illetve az abból származó kereszténység mindenféle ága szektának minősül. Az, amit mi képviselünk, ez az eredeti közösség tanítása. Ez az, amit Jehusá Hamásiák képviselt itt a Földön. Úgyhogy mindenki más, aki nem ezt követi, és használja ezeket az írásokat, a szektának minősül ebben az értelemben. Hogy mennyire félrevezető az, amit a katolikusok csinálnak, az nagyszerűen jelentkezik abban, hogy a kumráni közösséget ők szektának minősítik, azaz eretneknek, hiszen a kumráni közösség az, akitől fennmaradt a holdtengeri tekercsek, mely tartalmazza a teljes torát, ami az eredeti közösség tanítása. A kumráni közösség az eredeti közösség tanítását, amelyet Jehusá Hamásiák képviselt és tanított, ezt tanított és ezt próbálta tovább ezt a hagyományt őrizni. Nem csak a Tora található meg benne, hanem számtalan extra zsoltárok és írások, melyek azt támasztják alá, hogy a kumráni közösség, mely tulajdonképpen az esszénus
verziója volt, ugye, amit olvashattunk az előbb, a farizeus, a szaduceus és az esszénus, az a kumráni közösség. Ők voltak azok, akik hozzáadott parancsolatok nélkül, mint a farizeusok és a szaduceusok, próbálták megőrizni az eredeti közösség tanításait. A reformáció után 5-600 szekta, gondolom én, alakult a protestáns egyházakból, a 20. század végén ismét új szekták léptek föl, melyeket a korábbi szekták kritikával fogadtak, mert a szinkretista vallási elképzelések mellé gazdasági és politikai célokat is fölvetettek. Ilyenek például ez a felház, vagy maga az Amerikában ismert prosperity mozgalom, ami arra helyezi a hangsúlyt, hogy aki ezen az úton jár, az gazdaságilag és pénzügyileg is jövedelmező életet fog élni, illetve ennek ez eredménye. Azt értse meg mindenki, hogy az esszénus mozgalom, melyet a katolikus lexikon egy eretnek, szektának nevez, az esszénus mozgalom, melyel valószínűleg Saul, azaz Pál, ja, Hukonon, azaz János, illetve maga a misiák is ilyen vagy olyan módon kapcsolatba került, ugyanis ők voltak azok, akik alkalmazták a bemerítést, illetve a tisztálkodási szokásokat már a misiák megjelenése és Jehukonon működése előtt is, és erre tanúbizonságot tesz a holtengeri tekercsek, illetve a történelmi emlékek, amelyek fennmaradtak Qumránból, illetve a holtenger vidékéből. Úgyhogy az, hogy ki a szekta és ki nem, az annál is sokkal összetettebb kérdés, mint egész egyszerűen csak valaki elkezdi mondogatni, hogy ez egy szekta, és fogalma sincs semmiről, mint általában, ahogyan az emberek ezt csinálják. Ma használatos egyházi értelmezésben azonban a valláson belüli felekezetek, például a kereszténységen belül a katolikus, református, evangélikus, baptista, unitárista, stb. Nem számítanak szektáknak, még akkor sem a nagyon kicsik, például a baptisták, inkább kis egyházakról szokás beszélni. Szóval mára, mivel mind ugyanazt csinálja gyakorlatilag, ilyen vagy olyan formában pogány emberi tradíciókat követ, és én nem azért mondom, hogy ezeket az embereket elítéljem, vagy lenézem, ez csak egész egyszerűen ez a helyzet. A húsvét, a karácsony, a vasárnap ünneplése, az összes vallási megemlékezés, a szokások, a törvénytelen életmód, ez mind-mind ennek a bizonyítéka, ezt nekem nem kell ítéletként elmondani, én csak figyelmeztetni szeretném őket, hogy aki ezt az utat akarja járni, az nem fogja megtalálni ezekben a felekezetekben. Ezért nem hívják szektának őket, hiszen ez mind-mind a katolikus anyaegyházból ered, ami időszámítás után 300 körül, 3-400 körül kezdődött el, és de tulajdonképpen visszavezethető egészen Babilonba, vagy akár Egyiptomba, hiszen ugyanazokat a szimbólumokat használja, mint azok a pogány tradíciók. Nézzünk meg egy szociológiai meghatározást, mely szerintem nagyszerűen kifejezi azt, amit az emberek, amit jelent tulajdonképpen a szekta, és amit mi is képviselünk. Ez Max Weber, illetve Ernst valakitől származik, 1931-ből. Az egyház szekta tipológiában úgy határozzák meg a szekta fogalmát, mint újonnan létrejött vallási csoportot, melyben az anya gyülekezettel, katolikus egyház, illetve a kereszténység szembeni tiltakozás elemei jelentős szerepet játszanak. Igazából nem a tiltakozásról van szó ebben az esetben, egész egyszerűen arról, hogy ez egy keskeny út, mely a szűk kapuhoz vezet, amit kevesen találnak meg. Hogyha ezt az utat akarja járni valaki, vagy ezen jár, vagy nem ezen jár. Itt a tiltakozásnak nagyon kis szerepe van. Annak azonban annál nagyobb, hogy próbáljuk figyelmeztetni azokat az embereket, akik valószínűleg, remélhetőleg keresik az igazságot. A tiltakozás nem annyira jelentős, mint az, hogy megértsék az emberek, hogy az igazság az ez. Tetszik vagy sem. Szerintük gyakran az eredeti, szerintük ugye a szerzők szerint, az eredeti gyülekezet elhajlásairól szóló vádak, ami teljesen egyértelmű, hogy borzasztó dolgokat csinálnak azok, akik úgy mondják, hogy ők követik ezt az utat, a kereszténység, illetve a katolikus egyház elsősorban, de ugyanúgy az összes protestáns református ágazatok. Kizárólagos kötődésre vonatkozó kényszer, a liberális tendencia kritikája és az igazi valláshoz való visszatérés motiválják a szekták létét. Tökéletesen összefoglalja az, amit szeretnénk
hogyha megértenének az emberek. Amennyiben nem térünk vissza az eredeti tanításokhoz, úgy nem lesz az egésznek értelme. A keskeny út a szűk kapuhoz vezet, és ehhez vissza kell térni azokhoz a tanításokhoz, melyeket a Husák másiak hozott magával, és amelyeket a kezdetektől fogva a Teremtő nekünk előírt. Ez a motiváció emögött. A liberális tendenciák nem férnek bele. Az, amit a világ beszél, az a világnak való. Aki azt az utat választja, sok szerencsét. Azonban aki ezt az utat szeretné járni, annak nem lehetnek liberális tendenciái olyan értelemben, ami ellentmond az eredeti tanításokkal. Vagy ezt az utat járja valaki, vagy nem. A keskeny út a szűk kapuhoz vezet, vagy a széles út a tágas kapuval, melyet mindenki megtalál majd a végén, legalábbis a legtöbben, ami a pusztításhoz vezet. Ez a két út van. Az ember vagy visszatér az igazi gyökerekhez, elfelejti a világ dolgait, és ehhez kötődik kizárólagosan, vagy nem fogja elérni azt, amit szeretne. Ezzel pedig befejeztük ezt a részt is, és vissza fogunk térni, hogy a szekta kérdését tovább vizsgáljuk. Úgyhogy remélem hasznosnak találtátok, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!